Sziasztok, Laci vagyok a Tech 2 nézitek! A Sonos kb. egy hónapja mutatott be egy teljesen új termékcsaládot, és vele két új hangszórót, az ERA 100 és az ERA 300 -at. Noha egy termékcsaládhoz tartoznak, két nagyon más termékről van szó, az ERA 300 teljesen új formát és ezzel special audiót, vagyis térhangzást is villant, az ERA 100 ezt nem tudja, viszont lényegesen jobban szól, mint az elődje, a Sonos van. Nézzük, hogy milyenek lettek. A méretbeli különbség már ott megmutatkozott számomra, hogy a Sonos Era 300 doboza nem fért fel rendesen a kicsomagolós fehér asztalomra, de ez a kameraszög talán kicsit jobban is prezentálja az unboxing élményt, ami hát kicsit más. Egyébként a szokásos, újrahasznosított kartondobozban, illetve szövetbe csomagolva érkezik a hangszóró, tartozéként pedig egy tápkábelt fogsz kapni mellé. A két új hangszóró a maga nemében látható, illetve hallható sem ment át. Az ERA 100 dizájnban csak minimálisan változott az elődjéhez képest, hangzásban viszont sokkal jobb lett. Az ERA 300 ezzel szemben egy merőben más formavilágot kapott, ami főleg a virtuális térhangzás miatt van. Viszont annak ellenére, hogy ennyire különböznek, azért van pár fejlesztés és tulajdonság, ami közös bennük. Ilyen például a Bluetooth. A Sonos alapvetően fix otthoni hangszórókat és számbárokat gyárt, amik wi n keresztül kommunikálnak egymással, de a kisebb hordozhatóbb modelleknél, mint például a Move és a Roam, meg hát most az új era hangszóróknál, megjelent a Bluetooth is, szóval Wi-Fi hatótávon kívül is rá lehet csatlakozni a hangszórókra. Az érintőfelület is megújult, a kapacitív gombokon felül van egy hangerőszabályzó csúszka is, ami kicsit intuitívabb, mint a gombos megoldás, ami eddig volt. Van bennük mikrofon is, így kommunikálhatsz a különböző asszisztensekkel. Giancarlo esposito is kérhet zenét, ő ugye a Sonos asszisztensének a hangja. Hey Sonos, play music! Let's give it a try. De hogyha nem akarod ezt használni, akkor egy érintéssel le tudod tiltani, illetve a hangszórón hátul magát a mikrofont is ki tudod lőni a fizikai kapcsolóval. Ezen felül az USB-C csatlakozó vonalbemenetként is működik, hogyha megveszed a Sonos USB-C jack adapterét, akkor vezetékesen is rálőheted telefonra, vagy ami talán érdekesebb, számítógépre. Ehhez mondjuk az adapter jó lett volna, hogyha Benne lenne a dobozban, de hát nyilván ezt a éljük, illetve az is fontos, hogy sima a mezei USB-C jack adattára ez nem fog működni, csak is kizárólag a szonoszéval. Az új hangszórókat most is a gyártó alkalmazásán keresztül lehet hozzáadni az otthoni hálózathoz. A folyamat az teljesen egyértelmű, magyar nyelvű, megadod az otthoni wifi-t, pár extra beállítás, és gyakorlatilag kész. Társíthatod a Sonos alkalmazáshoz a zenei streaming szolgáltatásaidat is, így ezután innen is kérhetsz hangalapon zenét, persze angol nyelven. Érdemes egyébként végigvenni a Sonos Trueplay hangolásán is, hogyha egy adott fix helyen van a hangszóró, akkor ezzel a szoba akusztikájához fogja igazítani a hangzást. És ha már hangzás. A SONOS ERA 100-ban az elődjéhez képest 25%-kal nagyobb mély és most már két külön magas hangsugárzó van, viszont a pontos méreteket nem tudtam meg a leírásból. Ezzel szemben a Soros Era 300 hangsugárzói több irányba is mutatnak, elősegítve nyilván a térhangzást. Összesen négy magas és kettő mély hangsugárzó van benne, közülük egy Twitter felfelé néz, aminek az intenzitását is lehet külön szabályozni, de természetesen van rendes hangszín szabályozó is, hogyha mondjuk kicsit több mélyre vágysz. Az ERA 100 is tök jól szól a méreteihez képest, de talán nem meglepő, hogyha azt mondom, hogy az ERA 300 jobb. Ráadásként ugye itt van Special Audio támogatás is, amit az Apple és az Amazon Music-ban tudsz kihasználni, és a HomePodon kívül az ERA 300 az egyetlen jelenleg, ami az Apple Music Special audio is támogatja. Hogyha Spotify-os vagy, akkor hát ezt a részt átugorhatod, ott sajna még nincsen térhangzás. Vannak például külön albumok az Apple Music-ban, amik a térhangzásos számokat gyűjtik, de ha látod a számnál a Dolby Atmos logót, akkor annál támogatott lesz a virtuális térhangzás. Egy több hangszórós rendszert a Special Audio nyilván nem fog soha helyettesíteni, de próbálkozásnak nem rossz, hogy egyetlen hangszóróból vagy akár egy sztereopárból el lehessen érni egy ilyen hatást. Nekem az a tapasztalatom, hogy azoknál a számoknál, amiket alapból úgy vettek fel és úgy raktak össze, hogy térhangzást is támogassanak, azokat jobb így hallgatni. Tényleg olyan hatás kelt, mintha egy adott szólam vagy egy adott hangeffekt teljesen más irányból akár a szoba sarkából jön. Ez Tiesto Boom számánál nagyon jól kijön, de a régebbi felújított zenéknél ez nem feltétlen javít az élményen. Az ERA 100 majdnem fele annyiba kerül, mint az ERA 300, így pedig azt is érdemes megfontolni, hogy egy ERA 300-at veszel térhangzással, vagy kettő erre a százat sztereóba kötve. Sajnál nálam csak így egy-egy darab van belőlük, ezeket is egyébként össze lehet rakni sztereóba, de hát így nem lesz olyan kiegyenlített a dolog, hisz a 300 jóval erősebb. Hogyha engem kérdeztek, akkor én a sztereópára mennék rá, de írjátok meg ti is, hogy nektek melyik a fontosabb, melyik a szimpatikusabb, a sztereópár, vagy egy nagy hangszóró Audio-val. Én is azért szétnéztem a neten, hogy mások mit mondanak az új ERA hangszórókról, hát ha esetleg valamit be tudok építeni a videómba, viszont alig láttam olyan videós tesztet, ahol meg is mutatják, hogy hogyan szól, a legtöbben csak beszélnek róla. Teljesen átadni az én mikrofonom sem fogja valószínűleg, de ajánlom a Smart Home Sound tesztjét is meghallgatni. Referenciaként uh, ide teszem a korábban tesztelt Sonos move is. Nézzük! Összegezve a SONOS, ERA 100 és a 300 noha a nevük azt csugalja, de új korszaknak nem mondanám őket, minden esetre határozott előrelépésnek tekinthetjük használhatóság, illetve hangzás tekintetében is. Hazánkban az ERA 100 116 ezer, az ERA 300 pedig 200 ezer forintba kerül. Tehát továbbra is a Prémiumba szegmensben mozognak. Nos, én köszönöm szépen a figyelmet, hogy tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, like iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!